Pár héttel ezelőtt egy hírel szolgált a Szent István király plébánia, miszerint dr. Ternyák Csaba érsek úr hozta nyilvánosságra, hogy az Egri Főegyház megyében papi áthelyezéseket, szervezeti átalakításokat tervez. Ennek következtében a sátorai Helyi Katolikus Egyházközség papja, Lóci Tamás atya, augusztus 1 az Egri Papnevelő Intézetbe és az Egri Hittudományi Főiskolára kapott spirituálisi és teológiai tanári kinevezést. Ez egy megtisztelő és egy nagy feladat számára, amit izgalommal vár. A papi hivatás választásáról és a városban töltött évekről beszélgettünk Lóci Tamás atyával. Mielőtt még ebbe belemennék, itt hagyj reagáljak egy mondattal az elhelyezésekre, áthelyezésekre, amelyek természetesen mindig valahol fájdalmasak, hiszen akarva, akaratlanul is kötődések alakulnak ki, személyiségeket, stílusokat szeretnek meg, vagy éppen nem szeretnek a helyiek. Viszont minket tudatosan úgy tanítanak, nevelnek a szemináriumban is, hogy ugye Jézus meghívásában vagyunk, minden emberhez küldve. Ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakot az életünkben egy-egy adott közösség szolgálatában töltünk, de a célunk nem egy közösségnek a kizárólagos szolgálata, hanem mindig nyitottnak kellene a világegyház érdekeire, és az egyház megye érdekeire, amelyben előfordulhatnak ilyen dolgok meg azt szoktam még viccesen mondani, hogy ha nem lennének áthelyezések, én se kerültem volna soha ide. Ami pedig az eredeti kérdést illeti, valóban én nem tartok azok közé, akik egészen kicsi kortól úgy folyamatosan, egyértelműen tudják, hogy pap szeretnének lenni. Mindig úgy ámulva hallottam ezeket az életutakat. Én úgy megküzdöttem érte, és nekem sokkal lassabban és kicsit később alakult ki ennek felismerése. Talán 16 éves lehettem, középiskola közepén, amikor először a gondolat megfordult a fejemben, pedig már addigra régen templomba járó voltam, meg cserkész voltam, meg hittanos voltam. Akkor volt először az, hogy tudnám, szeretném csinálni azt, amit a pap csinál, szimpatikus, de hát olyan komoly döntés ez, olyan életre szóló, olyan sok elköteleződéssel jár, hogy ezt én már akkor éreztem, hogy érettségig nem tudom olyan tudatosan átgondolni, hogy én erre menjek tovább tanulásra. És ráadásul volt egy nagyon komoly érdeklődési köröm három teljesen eltérő irányba, <laughs> ez se könnyítette meg az életemet. Egyik akkor így már a teológia volt, a hittudomány, a másik a természettudomány, abból is leginkább a kémia, és a harmadik pedig a zene volt, ugye hegedültem zeneiskolában. És igazából én időt adtam magamnak az egyetemmel, tehát számomra az egyetem az nem egy végleges döntés volt, hanem egy időhaladék arra, hogy meg tudjam még ajándékozni magamat mind a három érdeklődési körömmel, és hát figyeljek az Istendre, figyeljek magamra, környezetemre, hogy melyik lesz ebből a végleges. Tamás, hogyha egyébként katolikus családban nevelkedett, tehát honnan hozta ezt a úgymond tudatosságot? Igen, katolikus családban nevelkedtem, bár a mi családunkban is volt egy olyan periódus, ami azt gondolom sokaknál, hogy akár a munkaköri hátrányok miatt, akár más megkülönböztetés miatt nem jártunk minden vasárnap templomba. Ennek ellenére elsádozó, bérmálkozó voltam, és hát a háttér tudatomban én azt gondolom, hogy dolgozott az, hogy az unokatestvérem pap bár elég nagy, közöttünk, a, elég nagy volt közöttünk a kor különbség több mint húsz év, és ritkán is találkoztunk, de mégis ő lett a Bérma keresztapám, és nekem mindig benne volt a tudatomba, hogy Stella Leontin, Leontin atya, ő nekem rokonom, ő pap lett, és ez biztos, hogy hatással volt rám, illetve ő bizonyára imádkozott az én hivatásomért. Akkor mondhatni, hogy példaképe volt a másatjának? Igen, abszolút. Ő volt az egyik ilyen, aki, aki sok erőt adott. Aztán a helyi káplánok nagyon sokat jelentettek, akiknek az ifjúsági hittan csoportjába tartozhattam Jászberényben. Egy élő pesgő egyházközség, ugye a rendszerváltás után azért nagyon sok helyen olyan nagyon jó fellendült ez az élet. Majdnem száz fős cserkész csapatnak lehettem a tagja. Az iskolákba akkor indultak be az első ilyen fakultatív hittanok, ilyen próbálkozások. Szóval sok izgalmas korszak volt ott a 90-es évek elején ami nekem úgy az érdeklődésemet is felkeltette, meg úgy szépét Ugye az egyházak is sokkal több társadalmi szerepvállást tudtak megvalósítani. És hát amikor pedig elmentem a, a hittan tanár, kémia tanár szakra, ott pedig már konkrétan beláttam ebbe a tudományba is, ugye, ami a teológia. Egy tanórát hallgattunk a kispapokkal, lehetett velük beszélgetni, ez a Veszprémi Egyetemen volt. Tehát, és a legutolsó, azt hiszem a legnagyobb döntő ütközet ilyen szempontból az volt, hogy egy Balaton felvidéki atya, deákákos atya, akinek akkor talán kilenc faluja volt, egy plakátot kitett a hitadabányi főiskolán, hogy igeliturgia végzésére várja fiatalok jelentkezését. Igeliturgiát végezhet civil, nem kell papnak lenni hozzá, és olyan településeken szoktak ilyet hirdetni, ahova nem tud eljutni a pap vasárnaponként, mert túl sok települése van. És mi bennünk így ő megbízott, akik teológiát tanulunk, érsek úr adott nekünk engedélyt, és én ott főiskolásként, fiúk, lányok vegyesen, a évfolyamból 20 pár évesen jártuk ezeket a falvakat, és láttuk azt az inséget a, a helyi közösségekben, hogy ők vágynának arra, hogy papjuk legyen, miséjük legyen, ehelyett ugye egy igeliturgiát kaptak, de áldozni tudtak. Tehát volt egy olyan élményem, hogy szemben voltam egy közösséggel, és valami lelki dolgot nyújtani kellett nekik. Érdekesképpen a cserkész táborokból is azt vettem észre, hogy egyre inkább rám tolják a reggeli esti ima megfogalmazását. Tehát valahogy úgy ez szerintem az egyéniségemből jött, hogy e felé terelt az élet is. Három éve, ha jól tudom, pedig ide került sátorai új helybe. Itt milyen közösség fogadta Tamás atyát? Nagyon izgalmas volt ide kerülnöm, mert nekem az az első plébánosi helyem, és biztos vagyok benne, hogy minden pap különösen is a szívébe zárja az első helyet. Ez ilyen első gyermek az ember életében, először teljesen önálló, tehát tud megvalósítani ötleteket, ugyanakkor a felősség is először ilyen nagy. És én ugye egész más közegből jöttem, hiszen oktatásból jöttem, egy gimnázium közegéből, sok minden új volt. Nagyon jó volt a fogadtatás, nagyon szeretetteljes emberekkel találkoztam, segítőkészekkel. Én nagyon örülök annak, hogy itt a Zemplénben és helyben erős a, hitbeli kötődés az emberekbe. Még azokban is, akik talán nincsenek itt minden vasárnap, de egy olyan fokú tiszteletet érzek az Isten meg az egyház felé, vagy egy papnak a személye felé, ami kezdettől fogva úgy meg is lepett. Tehát nagyvárosokban ez nem érződik ennyire. Vagy az, hogy ennyire a, közélet részének tekintik a, a, lelkészeket, a papokat. Úgyhogy nagyon pozitív volt a fogadtatás, nem beszélve az iskolákról, a katolikus iskoláinkról, ahol rögtön egy olyan együttműködő közeget tapasztaltam az igazgatók részéről, a tantestület, meg a diákok részéről, hogy öröm volt dolgozni. Akkor mondhatni, ez, ez inkább egy ilyen kihívás volt a másatja számára? Igen, hiszen át kellett kapcsolni a fejemben arra, hogy egy iskolában más szerepköröm van, ugye nem munkáltató vagyok, nem igazgató vagyok, hanem lelkipásztor, aminek sok előnye volt, hiszen tudjuk, hogy milyen szertágazó egy igazgatónak a munkája, és mondhatjuk azt, hogy nem is mindegyik dolog olyan nagyon élvezetes, vagy vannak szárazabb, administratívabb teendők, és kevesebb energiám jutott az iskola lelkészi feladatkörre. Itt, ha bár több iskolában is tanítottam, meg azért a 11 falu itt volt a nyakamon, de azért mégis sokat tudtunk ötletelni, és mindig támogatást éreztem a iskola vezetőség részéről erre. Az egyházközségben ugyanezt láttam, hogy érződött azért egy másfajta stílus, megközelítés, de ezeket én azt láttam, hogy úgy jól vették a hívek, a visszajelzések alapján örültek például annak, hogy sok rendezvénynek helyet ad a templom, vagy az egyházközség benne van a település életében. Talán ezt hoztam a legjobban, hogy én. Ezt az alapvető saját nyitottságomat úgy át tudtam tenni az egyházközség életére is. Akkor mondhatni azt is, hogy, hogy egyébként a másatjának ez volt a célja itt a templomba járókkal, tehát az egyház közösséggel szemben, vagy, vagy esetleg volt valami más is? Hát a célom az mindig a, a hitnek a felébresztése, meg támogatása, de azt gondolom, hogy ezt lehet tágan értelmezni. Tehát a, az Isten kapcsolatot nem csak a liturgia, a Szent Mise szentségek adják, ez nyilván a csúcsa egy valaminek. Tehát amikor valaki már erre, ezekkel tud mit kezdeni, már rá tud építeni, hogy, hogy ebben az Isten mit tesz, azoknak ez a, ez a legtöbb, ami adható. De hát van egy olyan kör, akiknek például a kultúra, a művészet vonalán keresztül, vagy egyáltalán azzal, hogy, hogy beengedjük őt egy templom közösségébe, hogy körbenézhet, azzal, hogy a pap megjelenik egy rendezvényen és megszólítható, most értsék jól, hogy ember a maga közében mondjuk nem jár mindig így, szépen kiöltözve, hanem pólót vesz, rövid nadrágot vesz, ott van. Ez én azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent a ma emberének, hogy megszólítható egy pap, hogy, hogy, hogy részt vesz rendezvényeken, képvisel egy értékrendet szótlanul is, és ez utána sok embert elindít az Isten irányába is. Visszanézve, milyen közösséget hagy itt Tamás atya? Hát egy olyat, amelyhez én is kötődtem, tehát nekem sem könnyű a dolog. Látom azt, hogy az egyház egyházközségben van egy nagyon erős ima csoport. Tehát egy olyan, olyan, olyan idős, főleg idősekből állók, rózsafüzértársulatra gondolok, Jézus szíve családra, akik nélkül semmire sem mennénk. Tehát én hiszem azt, hogy az ő háttérimádságuk adja azokat a kegyelmeket, amivel mi lótunk, futunk a mindennapokban. De itt hagyok egy olyan karitas csoportot például, amelyek Géci Andi vezetésével fantasztikus pörgésben van. Tehát olyan szinten jelenik meg napközis tábortól kezdve a, a kiállításokon át, a iskolai közösségi szolgálaton keresztül, a, a háborús logisztikában segítségnyújtást adva, akik nagyon kreatívak és nagyon aktívak. És hát itt hagyom azokat az iskolai közösségeket, amelyekben sikerült sok mindent elindítani, azt gondolom, és bízok benne, hogy ennek lesznek lelki kincsei, gondoljunk csak a hétfő reggeli áhítatokra, az osztálymiség sorozatára, a kápolna kialakítására, a keriben, angol-latin nyelvű miséknek a érdekességére, meg sok-sok minden másra. Ha már így rátértünk a, az iskolákra, és ugye van óvoda is, általános iskola és középiskola, mennyire nehéz volt együtt dolgozni a gyerekekkel, és itt inkább egy picit térjünk ki a középiskolásokra, mert úgy gondolom, hogy, hogy ők már így a, a tinikort elhagyva is, ugye már kisfelnőttek, ha mondhatom így, Velük, velük talán egy picit a legnehezebb. Hogy sikerült velük egy, egy ilyen jó közösséget kiépíteni? Valóban a legnagyobb kihívás, ugyanakkor érdekesképpen én ezt érzem ugye legközelebb magamhoz. Ugye hát a végzettségem is középiskolai tanár, tehát módszertamba is ezt tanultam. A legtöbb időt és a legtöbb tanításomat is ebben a korosztályban végzem. Ugye a, a kicsiknél az, az, a, az a különleges, hogy mindenre kaphatók, hogy nagyon tudnak lelkesedni dolgokért, hogy hogy például az életnek a nagy ügyeiért, missziókért, világbékéért, bűnösök megtéréséért, tehát hogy ők erre így, hát így bevadíthatók jó, a szó jó értelmében, és jönnek, mennek. A nagyoknál pedig az a fantasztikus, hogy van egy kritikai érzékük, tehát ő megmondja azt, ha valami neki unalmas, valami nem tetszik, valamivel nem ért egyet, és itt lehet több módszertant választani. Lehet azt csinálni, hogy játszom a, a papot, és akkor szemtelen vagy, hogy képzeled, hallgass el, és örökre elveszítettük az Istennek is, meg, meg az egyháznak is, mert nem engedtem neki a kérdéseit föltenni. És lehet úgy közelíteni hozzájuk, hogy, hogy mi ezzel a problémád, mi a kérdésed, mi az, amit nem értesz, megpróbálom neked megvilágítani más szemszögből, és én is tanulok tőled azzal, hogy te már fiatalként ezzel nem tudsz azonosulni, vagy másképp közelíted meg. Ugye nekem rengeteget változott a... Lelkipásztori attitűdöm megközelítésem azzal, hogy a diákok visszajeleztek valamire, hogy ez, ez működőképes vagy nem. Volt egyébként példa, hogy amikor ide került a másatya, akkor valakivel, valamelyik diákkal nem jött úgy olyan jól ki, és a végére mondhatni egy nagyon jó kapcsolat lett. Én példának inkább a Miskolci tíz évet említeném, hiszen ott, ott a dispozíciómnál fogva kimondottan egy iskolához voltam küldve tehát reggeltől estig gyakorlatilag, és ugye teljes felelősséggel igazgatóként, és én ott egy olyan hagyománykörbe csöppentem bele a Frát egy, katolikus gimnáziumba, egy 30 évvel ezelőtt alapított iskolába, ahol én éreztem kezdettől fogva, hogy nagyon magas a léc, nagyon, nagyon szépek a hagyományok, nagyon jó a tartása a nevelőtestületnek, szép az értékrend, a dekoráció, és én ott nagyon sokat mindent ellestem. Hát én ott tanultam, inkább én azt gondolom, sokkal többet kaptam, mint adtam. És valamit megértettem abból a komplexitásból, ami, ami a nevelésnek a csúcsa, hogy abba beletartozik a környezetem, a szóhasználatom, az, hogy mikor megyek bele egy viccbe, és mikor tartom attól távol magam, hogy mikor vagyunk komolyak, mikor vagyunk lazák. Ezt, ezt úgy, 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 úgy jobban helyre állt a fejemben és ide már ezzel a, hát hogy így mondjam, tapasztalattal érkeztem, és valóban például rögtön első évben egy, egy viszonylag keményebb csapatot kaptam, meg egy végzős csapatot, amely a 12. évfolyamból, ráadásul különböző osztályból verbuválódott össze, és voltak, akik már nem bírtak olyan könnyen velük, és azt is elmondhatom, hogy velük is nagyon tisztelet, tudóan, normálisan tudtunk együttműködni. Amen. A katolikus keriben nagyon sokan így, így emlegetik, volt szerencsém kettő lelki gyakorlaton is részt venni. Hogyan jött ez az ötlet, hogy a lelki gyakorlatra ilyen embereket hozzon? Mi is az a lelki gyakorlat, Tamás atya? Hát ez nekem is lassan alakult ki a szolgálat révén. Ugye észrevettem, hogy ma az, hogy egy ember kiáll, akár több száz gyerekkel szemben, és mindenféle eszköz nélkül, használata nélkül csak beszél, Ugye ez a poroszos típusú frontális oktatás, tudjuk nagyon hogy ennek a legrosszabb a hatékonysága. Van, amikor ennek van helye, meg a táblának, krétának, én is az órákon ezt használom, és vannak dolgok, amit a hagyományos módon kőkeményen átadok, például törvények, elvek. De azt is láttam, hogy megragadni a figyelmüket, fölkelteni az érdeklődésüket, elgondolkodtatni őket, csak úgy lehet, hogy ha van benne valami élénkebb, izgalmasabb, interaktívabb, és ezt a közösségekben találtam meg. Hál' Istennek, ezt nagyon sokan észrevették Magyarországon már, és olyan fiatalokból álló közösségek alakultak, akik kimondottan iskolai lelki gyakorlatokra specializálódtak, és kidolgozták sokszor egy egész díj az anyagát, és hogy így mondjam, ez a legegyszerűbb egy iskolai lelki pásztornak, mert nagyon nem is kell semmit hozzátenni, még nagyon szervezni sem, hiszen gyönyörűen ki van dolgozva, hogy ki után kiérkezik, ez a történetből utána milyen produktum keletkezik, mit csinálunk egy kővel, egy papírdarabbal, utána egy dicsőítés, egy zene, utána egy mise, és láttam valóban azt, hogy a gyerekek, akik egyébként hajlamosak lennének elővenni a mobiltelefonjukat, úgy egyszer csak felfigyelnek, elteszik, együtt gondolkodnak, nyújtogatják a nyakukat, tehát megragadja őket ez a, ez a megközelítés. Volt egyébként olyan, olyan hogy valaki tényleg megragadt is, és, és másképp állt Istenhez, az egyházhoz? Igen, konkrétan voltak olyan visszajelzések, akik megőrizték például ezeket a kis tárgyakat, amiket használtunk a lelki gyakorlaton, mert olyan sokat adott neki az a mondani való, hogy ő ezt maga előtt akarta tartani. Volt, akik üzentek utána azoknak, akik tartották a lelki, a lelki gyakorlatot, tehát tartották velük a kapcsolatot, vagy mi is tanórákon utána még sokáig nyitogattuk ki ennek a mondani valóját. Milyen volt a, a munka Beni atyával? Mert ugye ő is egy nagyon különleges személy, és, és erre lennék kíváncsi, hogy ő, amikor ide került, hogyan kezdtek el dolgozni. Hadd mondjak azért egy pár szót attila atyáról is, hiszen őt, hogy így mondjam, örököltem, és én innen is nagyon hálás vagyok Szabó Attila atyának arra, hogy az ő négy éves tapasztalata, ami akkorra már megvolt káplánként, és a még két év együtt töltött munka alatt, én neki köszönhetem, hogy átláttam szépen lassan ennek a 11 falunak a logisztikáját, miserendjét, a híveket, a egyes problémákat, személyeket, imacsoportokat, tehát azt a kultúrát, hagyományt, ami itt van és benne egy rendkívül megbízható kollégára leltem, akire teljes nyugodt szívvel tudtam, hogy amikor elosztottuk a munkákat, megbeszéltük a feladatokat, akkor én teljesen nyugodt lehetek abba, lehettem abban, hogy Attila, ez ezt gyönyörűen ellátja, úgyhogy ezt innen is köszönöm neki. Valóban tavaly volt egy váltás ebben a tekintetben, és Benedikt atya egy, hát azt hiszem mindannyiunkat új helyzet elé állító személy, hiszen ez még új a magyar egyházba, hogy külföldiek megjelenjenek, még szokatlan a magyar híveknek a neokatekumenális út is, mint missziós mozgalom, pedig már tíz éve letelepítette őket érsekúr, de még ugye nem, nem sok éve adnak még papot az egyháznak, és maga az a stílus, ami egy ázsiai személy, egy fülöp fiatal szemével van, és hát ez hozzáadódik szerintem Benedikt az a sajátossága, mert biztos nem minden Fülöp-szigeteki ilyen, hogy ő egy rendkívül vidám, rugalmas, mozgékony, aktív valaki, ami, ami, rendkívül hasznos. Könnyebb volt vele így építeni a közösséget, akár az óvodákban is? Mondhatom azt, hogy inkább teljesen másmilyen volt. Tehát ő hozta a maga elképzelését, elég határozott egyéniség. Én azt látom, hogy sok minden már ki van forva benne, tehát már már, már a teljes egészében rábízható lenne egy komplet egyházközség vezetése is, mert érzi tudja ennek a feladatköreit. Becsempészte értelemszerűen nyilvánvalóan a, mi, a missziós lelkületet, a neokatekumenális út megközelítését, de ezen kívül azonosult azokkal a dolgokkal is, amit már mi ö, csináltunk korábban. De mindezt valahogy úgy tudta tenni, hogy, ö, hogy, hogy nagyon hamar magával ragadta a fiatalságot. Hát csak egy dolgot, hogy említsek meg a Szent Margit Katolikus Iskola 30 éves gáláján. Ő volt az, aki a, a, finálét ugye le tudta vezényelni, és arra ugye mi hetekig készültünk arra az énekre, és nem tudom, hogy rajta kívül kinek sikerült volna elérni, hogy reggel 7.45-kor 240 gyerek a tornateremben figyeljen valakire, csinálja, amit ő kér, és lelkesen készüljön. Na hát ez ő, hogy ő ezt így pillanatok alatt meg tudja csinálni. Igen, én, nekem a gálán is volt szerencsém ott lenni, valamint ugye az óvodában is. Ugye ott is lelki napot tartottak a gyerekeknek, és akkor Tamás atya ugye a szülőkkel, Beni atya pedig ugye a gyerekekkel. Honnan jönnek az ötletek, akár, tehát inkább az óvodára térjünk most rá, honnan jönnek az ötletek, hogy így oldják meg, tehát hogy a szülőket is, és a gyerekeket is bevonják? Néhány dolog Tervezhető néhány, meg ahogy, ahogy az élet adja, úgy jön. Ugye például, ami tervezhető volt, abban egy nagy változtatás volt az idei évtől, Benedek Andi segítségével és együttműködésével, hogy a lelkiakarazatot áthelyeztük a nagybőti időszakról a húsvéti időszakra. Hiszen azt érezzük, hogy a kicsi gyerekeknek a fejében még nem annyira a szenvedő Krisztus, az áldozatot hozó, az értünk meghaló Krisztus a, a legfontosabb jelkép rögtön direktbe hanem a feltámadt Krisztus, akinek lehet örülni, aki él, aki, aki, aki szeret bennünket, aki túl van a téren és időn, ugye ez egy vidámabb figura, és természetesen utána hozzá lehet tenni, hogy ez milyen áron történt, hogy mi kellett ahhoz, hogy ő feltámadjon. Ez például egy tervezett elem volt. De az, hogy például úgy épüljön fel a lelki gyakorlat, ahogy most volt ezen, ezt teljes egészében én a Benediktatya egyéniségéből adódóan döntöttem így, tehát éreztem azt, hogy az ő egyénisége sokkal jobb a kicsikhez, mint az enyém, és ezért én magamat, hogy így mondjam, a szülőkhöz tettem, őt a kicsikhez, és ezt főleg azért is, hogy időben spóroljunk a, a szülőknek, akik munka után érkeznek, és még meg szeretnék nézni ugye a játszóházat, és még a produktumokat haza szeretnék vinni. Tehát próbálunk figyelni arra, hogy azért a szülőknek ezer-egy dolguk van a munkahelyen is, oda-haza is, és hogy mi ne teherként tegyünk egy programot a nyakukba, hanem az legyen frappáns, rugalmas, gyors, és vigyenek is belőle haza valami lelkit. Mennyire volt egyszerű dolgozni az intézményvezetőkkel? Hát ahogy már említettem, ez nagyon, nagyon jó együttműködés volt. Ugye, amikor megérkeztem, még Sebes Péter igazgató volt az egész komplexumnak az igazgatója, de már tagintézményvezetőként Fábrik találkoztam, azóta ő is ugye igazgató lett, sőt újabb öt évre megbízást kapott most érsek jó jóvoltából, és hát Benedek Andrea pedig tagintézmény vezetőként lépett a, az óvoda élére, de ugyanígy Olcsvári Nórának is köszönöm a, az első éveknek a együttműködését. Én mindegyikük részéről azt láttam, hogy nagyon örülnek annak, hogyha a pap időt tud szakítani arra, hogy bemenjem az intézménybe. Nagyon örültek annak, hogy egyeztetünk a programokban, hogy megjelenünk a közösségekben, vagy mondjuk az általános iskolára, középiskolára gondolok, akkor tanítunk is. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne úgy szervezzek meg egy lelki gyakorlatot, vagy tegyük a, tegyek a nyakukra egy programot, hogy közben nem ismerem a diákokat, tanárokat. Természetesen hogy mindenkit nem tudunk ismerni, de azzal, hogy mind a ketten kettő, három, négy, öt osztály tanítunk ezekben az iskolákban, az egy olyan felületet ad diákkal is, a tanárral is, ugye a tanáriban, hogy értekezleteken megjelenünk, hogy a közös ö, ö, csapatépítő rendezvényeken ott vagyunk, ez utána minden sokkal könnyebbé tesz. Mi is hamarabb megtaláljuk a személyeket a megfelelő feladatra. Tehát például egy nevelő testület gyakorlat az ideálisan nem úgy épül fel, hogy a pap csinálja, hanem a pap bevon tanári karból személyeket, és akkor megbeszéljük, hogy kinek mi benne a feladatköre, és mit tud hozzáadni az egészhez hiszen nem én evangelizálom őket, hanem mindannyian egymást. És ez a, ez a cél. Mennyivel volt egyszerűbb kiépíteni a közösségeket, hogy a televízió általában mindig követte a atyád? Hát ezt nagyon köszönöm az emberi televíziónak, hogy ilyen érdeklődő a programok iránt. Nyugodtan mondhatom, hogy se, sehol nem voltam még olyan helyen, ahol ennyi megnyilatkozásra volt lehetőség, meg ennyi programról tudtunk hírt adni. Ez nekem nagyon beleillik abba a koncepcióba, ami akár a közösségi médiában elindítottunk. Ugye két felületen is most már rendszeresen jelen van az egyházközség. Meg bármely rendezvény van, akkor például azt is nagyon szeretném megköszönni, hogy budai Edith, a művelődési háznak az igazgató nője, mindig rendkívül készséges volt arra, hogy egy rendezvényt, ami nálunk van, azt hirdesse a város és hogyha a városnak van egy olyan rendezvény, akkor mi segítsünk ennek a marketingében. Tehát ez, ez, úgy egy egységet adott itt az Emplén tv együtt, és azt gondolom, hogy kölcsönösen tudtuk segíteni egymást abban, hogy ez egy izgalmas város, ebben történnek események, és aki akar, az itt tud találni magának értelmes és értékes időtöltést. Ugye augusztus elején távozik el Sátoraja új helyből. Mit jelent ez a, a spirituális? Mi lesz a dolga Tamás atyának, és, és ez kihívás önnek? Igen, mert mondhatom, hogy a elmúlt három év olyan átlagos vagy normális papi életviteléből, ami a káplán és a plébánosi, ugye ezt szoktuk elképzelni, megint visszacsöppenek abba, ami egy különleges. Mint amilyen nem volt hétköznapi az érseki titkári év a két év kanadai év, vagy éppen a igazgatói időszak, mert amikor elmegy az ember papnak, nem ezekre gondol, hogy ez lesz belőle. Ugyanúgy spirituálisnak sem gondol az ember, hiszen ez egy egy személy által betöltött feladatkör, nem valószínű, hogy valaki oda kerül. Érsek úr bizalmat szavazott és megszólított erre a munkakörre, ami, egy, ami engem nagyon melbevágott egy részről, hiszen érzem annak a súlyát, hogy a jövő papképzésében Felelősségem lesz, meg már most is van. A, a szemináriumban a papnevelő intézetben három bentlakó előjáró van, azokon a teológiai tanárokon kívül, akik egy órát megtartanak és hazamennek. Ez a három bentlakó előjáró a rektor, aki ugye vezeti az egész intézményt, mint más főiskola egyetem tekintetében, a prefektus, aki tanulmányi és fegyelmi előjáró, neki az a dolg, hogy azt nézze, hogy egy kis pap tartja -e a napi rendet, külső megjelenésében alkalmas-e egy közösség vezetésére, tudja-e magát vezetni, van-e tartása, bírja-e a tanulmányi kihívásokat, és van a spirituális, a lelki vezető, aki a elmélkedéseket tartja nekik, amik általában este reggel vannak, néhány lelki tantárgyat, gyóntatja és lelki vezeti őket, tehát én nekem a belső fórum lesz a legfőbb tevékenységem, ami nem látszik, de ami a beszélgetésekben egy alakulás, hogy egy, hogy mondjam, egy talán még nem teljesen érett fiatal emberből, aki még csak megérezte a hivatást, a végére egy olyan embert faragjunk egy közös munkával, aki, aki megvan talpalva lelkileg, aki nem fog összeomlani az első kihívásnál, aki önmagát is tudja vezetni, aki követhető, aki példa mások számára. És hogy látja a kispapoknak a, az életét, Tamás atya? Mennyire lesz könnyű ezt, ezt véghez vinni? Ahogy mondtam, én úgy fogom fel, hogy egy, egy komoly feladat. Annak ellenére, hogy a most bent lévő kispapok egyébként nagyon vidám csapat, tehát azért csak volt velük kapcsolatom, annak ellenére, hogy nem voltam előjáró, tehát láttam, hogy egész más most a hangulat azért, mint amikor én voltam kispap. Nyilván az egyház is változik idővel, és most már nem ez a, ez, a, ez a, mogorvább, komorabb, szigor a, a főirányvonal, hanem a, hanem a tehát hogy éljék meg a, a, képességeiket vidáman. Két kihívást nagyon látok. Az egyik nagy kihívás a paphiány. Tehát, hogy égetően kevesen hallják meg a mai világban valahogy az Isten hívó szavát. Én biztos vagyok benne, hogy Isten ma is hív embereket, csak valahogy ennek ellene dolgozik a világ nem könnyíti meg a helyzetet sem a családokban, ugye nagyon sok a csonka család, a problémás, hogy felismerjék ezt, sem a kortársaikban, gondoljunk csak például a szórakozási lehetőségeikre, az őket érő reklámokra, hát nem ezt az értékrendet képviselik. Ez egyik nagy kihívás, hogy szemináriumi előjáróként mit tudok segíteni abban, hogy az új nemzedék felismeri ezt a hívószót. Na, ebben például nagyon jó az iskolai múltam, a köznevelésbeli múltam, hiszen tervezem azt, hogy a szemináriumnak, mint főiskolának a hallgatóit, kispapjait kapcsolatba hozzam a középiskoláink diákjaival. Van 12 középiskolánk, amelyekben ott lehetnek lappangva a hivatások, de még soha életében nem találkozott kispappal, tehát például egy ki gyakorlatra, akár őket is le lehet vinni, vagy egy kötetlen beszélgetésre az iskoláinkba, hogy találkozzanak, találkozási felület legyen velük. A másik nagy kihívás az pedig a, a korunknak az a kihívása, hogy a, az éretlenség, a személyiség kialakulása kitolódott életkorba. Hát elég, ha megnézzük a házasságkötések időpontjait, az elköteleződést. Tehát ma nagyon inkább olyan emberre van szükség a kispapoknál, aki abban segít nekik, hogy, hogy, hogy rád előbb-utóbb rád lesznek bízva mások, te nem csak önmagadért élsz. Te nem azért vagy, hogy, hogy így mondjam, milyen wellness világban jó érezd magad, senki nem akar, hogy rosszul érezd magad, csak értsed azt, tudjad azt, hogy amire most te készülsz, az valakiért és valamiért van. Azért van, hogy abból azért kell egészségesnek lenned, hogy bírjad utána a kihívást papként. Azért kell stramnak lenned, testileg, lelkileg, mert, mert nagy teher lesz rajtad. És nem engedheted meg magadnak azt, hogy te nagyobb teher legyél a híveken, mint amit ők szeretnének rád tenni. Tehát ez, ez egy nagy kihívás a mai világban, hiszen felkúszott a szemináriumok generációjába is ugyanazok a, a nevelésbeli vagy társadalmi problémák, amik jelentkeznek az élet más területén. Hát én Tamás atyának ehhez nagyon sok szerencsét kívánok, és végezetül már csak egyetlen kérdés, mi az az örökség, vagy az az egy gondolat, amit itt hagy sátorai jó helyben. Ez nagyon nehéz ilyen egy dolgot, ha inkább azt mondom, hogy milyen kép ugrik be, vagy élmény. Nekem nagyon maradandó élményem az a flash mob, amit csináltunk itt a templom előtti téren, száz nappal az Eukarisztikus Kongresszus előtt. Azért nagy élmény, mert jött egy gondolat, egy ihlet, hogy valamivel hívjuk fel a figyelmet erre a rendezvényre. Meg tudtam rá szólítani az óvodát, általános iskolát, gimnáziumot, Tudtunk egy koreográfiát csinálni, és az, amit együtt kialakult, nem volt nagy dolog, csak egy számjegyet raktunk ki színes ruhákban. De mindannyian éreztük, hogy a, hogy a dolog ennél többet jelent, hogy most valakiért, valamiért mi mi gyakorlunk, rágyuk az időnket, és, és megjelenítünk valamit. Vagy ugyanilyen a Szent Margitos színdarab, amelyet a Katolikus Általános Iskolából most előadtunk. Azokban olyan mélyen bennem vannak képek, amit ki is emeltem a gálán ahogyan a, felnőtt Margit átöleli a keresztet, ahogyan ezt végső Aranka megrendezte számunkra, nagyon köszönöm neki a segítséget. Olyan üzenetet tudtunk átadni nonverbálisan, ami száz prédikációnál többet ér, azt gondolom, amit én mondok meg hittanóránál, mert ezekre fogunk emlékezni, és ezek dolgoznak bennünk.